A sporttudományi kutatások bizonyítottan pozitívan befolyásolják a sport teljesítményt. A szakemberek viszont egyetértenek abban, hogy ezek gyakorlati alkalmazása még mindig minimális. A csütörtökön kezdődött első nemzetközi kosárlabda konferencia célja, hogy megtalálja azt a hidat, mely a két területet optimális egyensúlyba hozza. Az új határok a sporttudományban és a gyakorlatban elnevezésű rendezvény mentora, a női Euróliga győztes mesteredző Rád Géber László. Mi itt ütköztetjük a sporttudományt a gyakorlattal, és valójában a magyar sport ez egy stratégia ágazata, és oda kell figyelnünk. Tehát valójában egy fantasztikus infrastruktúrális fejlesztések történtek, fantasztikus eszközpark, és ezt kell megértetni, hogy ez nem a kényelem, hanem ez a kemény munkának a helye, a telephelye. És azt gondolom, hogy erről kell, hogy szóljon, hogy most már csak emberi tényezőn múlik az, hogy mennyire lesz sikeres a magyar sport. A konferenciát Michael Schwartz, a FIBA Europe edzőképzésért felelős vezetője nyitotta meg. Beszédet mondott Szalai Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke, Sáfár Sándor, az EMI miniszteri biztosa, Sterbenc Tamás, a Testnevelési Egyetem rektora, valamint Misete Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora is. Nagyon nagy erőket mozgatunk meg azért, hogy a magyar kosárlabda azon belül különösen az edzőképzés az nemzetközi szintre emelkedjen. És azt hiszem, hogy egy egyedülálló lehetőség az, hogy az egyetemek, a Módszertani Központ, a Rád Géber Akadémia, a Magyar Szövetség, illetve a FIBA Európa közösen szervez egy ilyen nemzetközi edzőképzést. Azok az előadók, akik most itt prezentálnak, azok már bizonyítottak, és azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon komoly inspiráció azokat a gondolatokat először megismerni, és utána pedig tesztelni a saját gyakorlatukba. Az előadók, akik korábbi és jelenlegi edzők és játékosok, összesen 10 Euróliga győzelmet, 6 BEC, illetve Bajnokok Ligája elsőséget, egy KEK aranyat, továbbá 2-2 világbajnoki, olimpiai és Európa-bajnoki aranyérmet tudhatnak magukénak.